kisiskolások fogadták Novák Katalin köztársasági elnököt Kékcsén. Az államfő országjáró körútjának szabolcs-szatmár-beregi eseményei közül az utolsó hivatalos helyszín volt ez. Novák Katalin közéleti beszélgetésre érkezett ide, ahol a vármegye összes női település vezetője, köztük Kékcse polgármestere fogadta. A meghívottak a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei polgármesterasszonyok és nagyvárosok alpolgármesterasszonyai. Novák Katalin köztársasági elnök asszony ma délután Kékcsén egy közéleti beszélgetést tart, csak a nőket hívtuk meg, azért, hogy megbeszélhessük, hogy a női vezetőknek milyen a helyzete a vezetésben. Tudjuk azt, hogy ahol női vezetők vannak, ott nagyobb az empátia, nagyobb a akarat. Jobban tudják a települések életeit szervezni, és nekik ami problémájuk, ami nehézségük van, a család. De mindannyian már gyakorlott polgármesterek vagyunk, tudjuk azt, hogy amikor vállaltuk ezt a feladatot, akkor mindannyiunk családja örömmel fogadta a felkérést, büszke volt rá, hogy a feleségük, édesanyjuk polgármester lesz, és büszkék arra, hogy vezetjük a településeket. Tehát a családtól, amit elveszünk, vagy kölcsönkérünk, inkább így mondanám, kölcsönkérünk időt, azt időnként vissza szoktuk adni nekik. Az államfő beszédében többek között azt hangsúlyozta, sokkal kevesebb női vezető tevékenykedik a közéletben, mint férfi, ezért nagyobb felelősség és figyelem irányul rájuk. Ezzel együtt be kell bizonyítani a felnövekvő generációnak, hogy nem muszáj választaniuk a család és a hivatás között. Az a megtiszteltetés adatott meg nekem, hogy én lehetek Magyarország első női köztársasági elnöke, az egy többletfelelősséget is ró rám. Sokan azt mondják, hogy ennek nincsen jelentősége, hogy nő a köztársasági elnök, ugyanolyan, mintha férfi lenne. Én ezzel vitatkozom, én úgy érzem, hogy van jelentősége annak, hogy meg tudjuk-e üzenni azt a fiatalabb lányoknak, nőknek, akiknek fontos a családjuk mellett a hivatásuk is, hogy akár a legmagasabb közjogi tisztség is elérhető ugyanúgy egy nő számára Magyarországon, mint ahogy egy férfinak. És úgy érzem, hogy az is egy többletfelelősséget jelent, hogy önöknek is, akik minden nap hasonlóképpen hozzám igyekeznek a családi életet összeegyeztetni a hivatásukkal, azt igazoljam vissza, hogy én is ugyanúgy küzdök, mint önök, és hogy ennek a küzdelemnek meg lehetnek az eredményei a munkánkban is, ugyanúgy, ahogy a családi életünkben is. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 229 településéből 54 élén áll női vezető. Ez kevesebb, mint az összes település negyede.